Nehéz mérkőzésre számítottak a hazaiak, és az első negyedóra igazolta is a várakozásokat. 15 percig fejfej mellett haladtak a csapatok, 7-7 után azonban robbantott a Kisvárda, és egy 8-1-es szakasz produkálva állvahagyta a Békés Csabát. A szünetre 15-10-es állásnál vonultak le a csapatok, és fordulás után sem változott a játékképe. Bakó Botond együttese magabiztosan tartotta előnyét, a csabaiakban nem volt meg az az erő, amely a fordításhoz szükséges lett volna. Az utolsó percekben csak a győzelem mértéke volt kérdéses, a Kisvárda végül 6 gólos sikerrel örvendeztette meg szurkolóit. Sok energiát tettünk bele a mérkőzésbe, ha bár ez elmondható ott minden mérkőzésre. Azt gondolom, hogy a 15-20. Percre az első félidőben megtaláltuk a védekezésünket, és mögötte a Betti nagyon-nagyon jól védett. Azt gondolom, hogy ezt a mérkőzést elsősorban a védelmünkkel és a kapus teljesítményünkkel nyertük meg. Nagyon jól el tudtuk venni azokat a területeket, amelyekre készültünk, és megoldottuk. Aztán megtaláltuk egy kicsit a góllövőkesztyünket is, és támadásban is felnőttünk talán a feladathoz, még hogyha voltak hibáink akkor is, de örömteli, hogy egyre több játékosunk tud beszállni a mérkőzésbe, és egyre több játékosunk hasznosan tud beszállni a mérkőzésbe. A vendégek edzője a hiányzók miatt hasonló mérkőzésre számított, de Horváth Roland a vereség ellenére is igyekezett pozitívumokat találni a találkozóban. Hogy mi a héten készültünk egy ilyen szintű csapat ellen, így nem lehet készülni, hogy úgy alázgatunk össze 6-7 embert, hogy edzeni tudjunk, de attól függetlenül tényleg nagyon-nagyon-nagyon a védekezésünk rossz volt, abban megint ugye, hogy megint egy kicsit magunkat valamilyen szinten próbáljuk védeni, egy Botó Rózsa azért rengeteget számít a védekezésünkben, ugye nem tudott, sajnos már héten megsérült, Hopez az sérülése számvett, tehát azért mondom, hogy sok olyan összetevője van ennek a mai vereségnek, ami ahhoz adott ma következő, hogy egy jó kis utánpótlás meccset csináltam, legalább abban láttam egy-két gyereket, aki elég is ügyes volt, úgyhogy ennyi, és én további sok sikert kívánok a Kisvárdának, mi megpróbáljuk összekaparni még jól valami van, és készülni olyan mérkőzésekre, amiket meg tudunk nyerni. A forduló további eredménye a következők: Dunaújváros Győr 21-34, Ferencváros Mosonmagyaróvár 30-20, Albafehérvár Szent István Esre 29-26, Érd Szombathely 38-21, Vác Siófok 27-31 és MDK Budapest Debrecen 36-33. A tabella élén a 16 pontos Győr áll megelőzve a 14 pontos Ferencvárost. A 7 ponttal 7. helyezett Kisvárda vasárnap a 4. helyen álló Érdet fogadja.